felhő megoldások, IT-biztonság, időmenedzsment online alkalmazásokkal. Ma már alapvető és megkerülhetetlen eszközök egy vállalkozás életében. Azonban egy nemrég végzett hazai kutatás szerint a kis- és középvállalkozások fele továbbra sem érzi az informatikai fejlesztések és a digitalizáció jelentőségét, jelentős részüknek honlapja sincs. A kutatásból az is kiderül, hogy a cégek csupán negyedet költött az elmúlt 1-2 évben informatikai fejlesztésekre. Helyette sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy versenyképesek, költséghatékonyak legyenek és új üzleteket szerezzenek. A szakemberek szerint azonban ma már hosszú távon ezek is elérhetetlenek a megfelelő digitális háttér nélkül, pedig a KKV-k digitális fejlesztése már az 1-2 fős vállalkozások számára is komoly versenyelőnyt jelenthet. Miért ilyen lassú ez a folyamat? Talán azért, mert a többi vállalkozás vagy vállalkozásvezető sem érti meg igazán a lényeget, hogy mai korban már digitális technika nélkül egyszerűen nem lehet létezni. Egyszerűen nem lehet információhoz jutni, korrekt információhoz, vagy olyan kellő mennyiség információhoz, ami szükséges. Nem lehet a technológiát fejleszteni a digitális technika nélkül. Egy legegyszerűbb gépre gondolok, egy megmunkáló gépre, egy forgácsoló üzembe, nem beszélve komolyabb technológiai egységről, egy nagyobb feldolgozó üzembe. Tehát enélkül létezni nem lehet. Aki ezt nem vállalja fel, vagy nem tudja felvállalni, az valóban nagyon le fog maradni. A vállalkozások 99%-a KKV, 2 millió embert foglalkoztatnak, ezért jelentős súlyuk van. Az ipar 4.0-át illetően talán hamarabb várhatóak előrelépések, hiszen az iparral foglalkozó cégek előrébb tartanak. Az ipar 4 ugye hát ennek egy összefoglaló neve is, amely azt tűzte ki célul, hogy a teljes iparág, minden iparágban és minden vállalkozásnál belátható időmből, és itt nem évtizedekben gondolkodunk most már, hanem 3-5 évről maximum, át kell állni a mindenkinek, mert annyira le fog maradni, tehát ma már nem megy az, hogy egy füzetbe kézzel felirogatok dolgokat, most ilyen egyszerű példákat hozzak, vagy pedig telefonon megbeszéljük a dolgokat, vagy nem tudom, kezet fogunk és csináljuk, ez nem megy. Aki nem lesz benne, az sajnos le fog maradni. Nem csak a fejlesztések terén nagy a lemaradás. Magyarországon a 10 fős KKV-k közül csak minden második döntéshozó hallott az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről, a 20 dolgozó feletti cégek vezetői közül pedig minden ötödiknek ismeretlen a rendelet. A KKV-k 46%-a szerint nem kell foglalkozni a GDPR miatti változásokkal, ötöde pedig semmilyen változtatást nem tervez.